Talán az lenne az első kérdésem, hogy hány termelővel írtak alá tegnap szerződést Óbecsén. A tegnapi nap egy újfent egy nagy ünnepélyes szerződéskötés napja volt a Prosperitátinál. Tehát Óbecsén gyűlt össze a 695 nyertes pályázó, akik mezőgazdasági kistermelői pályázatra pályáztak, lettek nyertesek. Ez a három kiírás egyike volt, igazából már kettőben a házpályázatban és a vállalkozói pályázatokban eredményt hirdettünk májusban, tehát a mezőgazdasági pályázatok várattak még elbírálásra, ez történt meg, és ennek eredményeként sikerült első kör ben 695 pályázóval szerződést kötni a tegnapi napon. Igen, szép szám ez. Beszéljünk egy kicsit, hogy milyen volt a hangulat. Izgatottan várták a szerződés aláírást a termelők? A termelők mindenképpen volt, aki már 9 órakor igyekezett elfoglalni a helyét, ami biztos biztos alapon, de ennek mi örülünk. Tehát ilyenkor számukra is ez egy ünnepélyes pillanat, ők is így élik, meg készülnek erre a napra, és mindenképpen, mindenképpen fontosnak ítéltük meg, hogy eljött ez a pillanat, és eredményt tudtunk hirdetni, szerződéseket tudtak a pályázóink aláírni. Velünk. Ugyanakkor ugye azt sem titok, hogy többen pályáztak, mint ahányan megkaphatták a támogatást. Lehetséges -e az, hogy esetleg az ő pályázataik is támogatást nyerjenek a későbbiekben. Igen, itt összesen 1979 pályázat került beadásra. Ebből ugye, mint az előbb is mondtam első körben, tehát 695 nyertes pályázóval írtuk alá a, a szerződést. Viszont forrás függvényében még további 656 nyertes pályázatunk van. Tehát a rendelkezésre álló forrás források függvényében tudtuk a tegnapi napon meghozni a döntést, míg a további források függvényében a további értékelőink által jónak ítélt pályázatok forrásainak megszerzésén is dolgozunk. Egyébként nagyon pozitív volt hallani Magyar Levente Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának miniszterhelyettesét, aki azt hangsúlyozta a nyilatkozatában, hogy azon fognak dolgozni, hogy év végéig vagy a jövő év elején első egy-két hónapban megteremtik rá a forrásokat, úgyhogy azok a termelők, akik most lecsúsztak a vonal alá, azok okkal reménykedhetnek. Igen, miniszterhelyettes úr nagyon bizakodó volt tegnap, és őszintén mindannyiunk számára ez egy fajta megnyugtatást ad, és mi is így nagyobb elánnal tudunk dolgozni azon, hogy ez létrejöjjön. Egyébként milyen jelegűek ezek a mostani támogatások? Azért azt hangsúlyoztuk többször a hírekben, hogy mezőgazdasági, de konkrétan hogyan és miként kell ezeket a támogatásokat elképzelni? Mik voltak a leginkább kérvényezettek, vagy a, mi volt a favorit? Igazából itt a kistermelőkön volt a hangsúly, tehát nem feltétlenül csak és kizárólag a mezőgazdaság, mint olyan volt fontos. Fontos volt az, hogy kistermelő családi gazdaságok, tehát uh, igazából a növénytermesztésre, mint mint zöldségtermesztésre helyeztünk hangsúlyt a pályázati írásban, a gyümölcstermesztőkre helyeztünk hangsúlyt, a fűszernövények közül voltak, amik, amik hát igazából a kisebb gazdaságokra jellemzőek. Volt itt állattenyésztés, mondjuk az állattenyésztésben uh, nagyon sok ez a térkezetbe, aminek nagyon örültünk, valamint volt még a hozzáadott érték, ahol, ahol szintén már a feldolgozott mezőgazdasági termékekről volt szó. Tehát akkor így általánosítani nem lehet, hogy ilyen eszközt, vagy olyan mezőgazdasági gépet, vagy esetleg földművelőgépet, vagy mindenki a saját igényei szerint. Így igaz az is elmondható, hogy ez már nem az első pályázati kör a mezőgazdasági termelők részére. Mekkora segítséget jelent ez a gazdáknak? Vannak visszajelzések, hogy köszönjük szépen, Igen. hogyha ez nem lett volna, akkor talán nem is haladunk ekkora léptekkel a fejlődés terén? Igen, valóban a pályázóink minden, minden, egyes pályázati kör után hálásak azért a támogatásért, amit a magyar kormány biztosít számukra, hiszen minden mezőgazdász, minden vállalkozó, minden turisztikai fejlesztő számára egy tőkeinjekció gyakorlatilag az a támogatás, amit a magyar kormány biztosít a pályázatok által. Tehát mindenképpen a fejlődést szolgálja, a mezőgazdaság és a, a, vállalkozók esetében elmondhatjuk, hogy nagyon sok gép alapeszköz kerül beszerzésre, turisztikai fejlesztéseknél modernizálni tudják akár a szálláshelyeket, akár az éttermi kapacitásokat. Tehát mindenkinek valamilyen szinten egy előrelépési lehetőséget biztosít a pályázat. És ezt az elmúlt nyolc és fél év során, tehát mind a három kategóriában többször voltak kiírások, voltak ugye kezdővállalkozásoknak, volt a falusi házak. Tehát ezek mind-mind ezek valamilyen alapot képeznek a vajdasági magyarságnak a, a, fejlődésre, az itt maradásra, a további úgymond reményekre. Nyolc és fél éve tart a folyamat, viszont ez idő alatt már, ha jól számoltuk, akkor hétszer írtak ki a mezőgazdasági termelőknek pályázatot. Igen, a mezőgazdaság, mint vajdaság legpopulárisabb, úgymond húzóágazata. Húzóágazata mindenképpen, tehát ebben aktívkodnak a legtöbben. Ezután ugye nyilván a vállalkozások, a vállalkozóink igencsak megerősödtek Vajdaságban, aminek nagyon örülünk, és hál' Istennek a turisztikai szektor is egyre erősebb lábakon áll. Egyébként most mekkora összegben tudták támogatni a termelőket? A tegnapi nap is több szám elhangzott. Tudunk-e most részleteket hozni ennek kapcsán? Igen, 902 millió dinár támogatásban részesültek a gazdák ebben a körben, vagy kicsit több mint 3 milliárd forintról beszélhetünk. Ez az a 7,7 milliárd. Igen, millió amit euró. elnök úr elmondott, igen, a tegnapi beszédében. Jó, tehát akkor ez a mostani aláírt szerződések, és uh, tudunk-e a Prosperitáti Alapítvány, eddigi össz támogatásáról beszélni, azt kiszámolták-e? Természetesen ez mindig, mindig benne van az éves munkajelentésünkben, és ez egy nyilvános adat kint van a honlapon, és tehát összesen közel 180 milliárd forintról beszélhetünk teljes mértékben, amihez ugye projekt összköltségként emlegetjük ezt az összeget, amiben a pályázók is beleteszik az önrészüket, és hozzátesszük ugye a meg, megítélt támogatást. A megítélt támogatás, vagy kihelyezett támogatás fajdaságba az elmúlt 8 és fél év alatt pedig közel 88,5 milliárd forint. Hatalmas összegek ezek, szinte elképzelni is sok. És akkor talán egy könnyebben emészthető adatra kérdeznék most rá, hogy hány pályázott támogatott eddig a Prosperitáti Alapítvány, gondolom erről is megvannak a számok. Így igaz. Tehát összesen közel 18 és ezer pályázat érkezett be a 8 és fél év alatt, míg ebből támogatottként 15.300-an jutottak támogatáshoz. Egy-két gondolatot azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy itt tegnap is elhangzott, és Magyar Levente, anyországi politikus, aki vendégül érkezett, többször utalta arra, hogy ha a magyar kormány megteheti, akkor folytatódni fog ez a program, és érkeznek majd a támogatások. Egy-két mondatban részletezni ezt? Igen, beszéltünk arról, hogy vannak terveink a továbbiakra is, a 2025-ös évre, és a magyar kormány megtesz ezért mindent, hogy meg tudjuk valósítani a pályázati kiírásokat a jövő évben is a Prosperitáti Alapítvány az nem csak a pályázatok kiírásával foglalkozik. Itt ugye például a tegnapi szerződés aláírás lebonyolítása és hatalmas munkát és feladatot jelentett gondolom az alapítványnak, viszont egyéb más jellegű tevékenységekre is sort kerít az alapítvány. Milyen jellegű tevékenységek azok, amelyek most munkát igényelnek az alapítvány részéről? Folyamatban van a mentorprogram, tehát a lezajlott Connect and Grow, mint a vállalkozói világ üzleti eseménye. Ez egy része volt ugye a mentor programnak hozadéka volt, ettől a mentorprogramunk folyamatosan megy, tehát nekünk október 15-én a következő rendezvényre is sor kerül. A negyedik mentorprogramot bonyolítjuk le, ez már a negyedik rendezvénye lesz az idei évadnak, és a Kárpát-medence egyik legnagyobb vállalkozói közege, ez a Vajdasági vállalkozói világ, úgyhogy mi igyekszünk a vállalkozóinkat is minden tudással felvértezni. Elmondanám azt is, hogy október 29-én egy Eneogramma nevű vállalkozóknak szóló képzést Fogunk biztosítani, ahova az előző mentorprogramban részt vett mentor, mentorokat-mentoráltakat hívjuk meg.